Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a részben Könyves Kálmán magyar király hihetetlenül izgalmas életét mutatjuk be nektek. László király halála után Álmos és Kálmán között valószínűleg harc folyt a trónért, mivel László utódát, Kálmánt csak 1096-ban koronázták meg. Arról nincs információnk, hogy hogyan került a trónra. Egyes feltételezések szerint, mikor László megbetegedett, követek útján hazahívta Kálmánt, és Álmossal szemben mégiscsak őt jelölte meg örököséül. Kálmán, amint trónra került, II. Orbán pápa keresztes háborút hirdetett, aminek a célja az volt, hogy visszaszerezzék a Mohamedán szeldzsuk törökök által elfoglalt szent földet. A keresztes háborúra való felszólítás először a nyugat-európai nincsteleneket és parasztokat indította útnak a vagyonszerzés reményében, akik miközben Magyarországon áthaladtak, fosztogatásba kezdtek. Kálmán két ilyen szedett-vedett sereget is szétvert. Az első rendezett keresztes alakulatot Bujjon Gottfried vezette, aki megállapodott Kálmánnal a békés áthaladásról. Kálmán azért a biztonság kedvéért erős kíséretet adott melléjük, hogy az átvonulás valóban zökkenőmentes és fosztogatásoktól mentes legyen. Öccsének adta a dukátust, vagyis a hercegséget, ami Magyarország körülbelül egyharmadának irányítását jelentette, cserébe Álmos lemondott Horvátország irányításáról. Kálmán tehát 1102-ben Horvátország királya lett. Ezzel létrejött a horvát-magyar personálunió. A personálunió azt jelenti, hogy a két országnak közös az uralkodója, de különben teljesen függetlenek egymástól. Dalmácia területéért ekkor kezdődött meg a harc Bizánc, Velence és a magyar király között. Dalmácia ekkor nem alkotott önálló politikai egységet. Több száz kilométer hosszú partszakaszt és a környező szigetvilágot jelentette. Elsősorban hajózással és kereskedelemmel foglalkoztak, és a terület igen magas kultúrával rendelkezett. A dalmát területeket 1103-ban Bizánc foglalta el, hamarosan azonban figyelmét az Antiohia fejedelme ellen vívott harc kötötte le, mivel az kelet és nyugat felől is fenyegette Bizáncot. Kálmán tudta, hogy itt a kedvező alkalom Dalmácia megtámadására. 1105-ben elfoglalta a szigeteket és pár jelentős várost is, Zárát, Spalatót és Ragúzát. Zára városának elfoglalása után a többi város harc nélkül megadta magát és elismerte Kálmánt uralkodónak. Kálmán felvette a Horvátország és Dalmácia királya címet. Bizánc elismerte Kálmán hódításait, mivel nem szeretett volna magyarokkal is háborút kezdeményezni. A béke jeléül a bizánci társcsászár János feleségül vette Kálmán leányát, Piroskát, aki Irén néven később császárné is lett. Kálmán a pápával is elismertette a jogát Dalmáciához, mégpedig úgy, hogy lemondott arról a jogáról, hogy ő nevezhesse ki a főpapokat, viszont azt továbbra sem engedte meg, hogy a papok a pápának tegyenek hűségesküt. Kálmán törekedett arra, hogy uralmát vonzóvá tegye Dalmácia számára, ezért 1108-ban Trau városának adómentességet biztosított, és a többi városnak is engedélyezte, hogy saját törvényeik szerint éljenek. 1111-ben Zárában esküvel fogadta, hogy Dalmácia ősi kiváltságait megtartja. Horvátországot és Dalmáciát együttesen tengermelléknek nevezzük, és élükre magasrangú királyi helytartó, a bán került. Azonban ezek a területek nem olvadtak be a magyar királyság területébe. Kálmán egyértelműen a Szent László féle gazdaságpolitikát követte. Növelte a királyi jövedelmeket úgy, hogy a kereskedelmi vámokat duplájára emelte, és visszavette az egyháztól a feleslegesnek ítélt birtokokat. Kisebb értékű pénzek bevezetésével szerette volna megakadályozni a pénzrontást. A lovasok adóját 4 dénárra csökkentette, amivel növelte a katonák számát. A lovas szabadok bármikor mozgósítható jó harcosok voltak,
akikre a király az állandó hadsereg mellett minden időben számíthatott. A földbirtokkal rendelkezőknek pedig birtokuk nagysága szerint katonát kellett állítaniuk. Kálmán fölülvizsgálta Szent László törvényeit, és az új viszonyokhoz igazította őket. A világi törvénykönyv 84 fejezetből áll, és a tarcalon tartott zsinat határozatait tartalmazza, ahol egyházi és világi előkelők is részt vettek. Lászlónál a tolvaj szabadok és a szolgák esetében más-más büntetés volt előírva. Kálmán törvényei ebben már egységesek és sokkal enyhébbek voltak, ami azt mutatja, hogy a lopás már nem volt meghatározó a kálmánkori társadalomban. Lászlónál egy tyúk vagy 10 dénár értékű holmi ellopásáért már halálbüntetés járt, Kálmánnál már csak azt a tolvajt ítélték el, aki 4 lábú állatot vagy 20 dénár értékű ruhaneműt lopott. Szigorúan lépett fel azokkal szemben, akik hamisan vádoltak be másokat. A büntetéseket, mint halál, csonkítás vagy vakítás, csak akkor hajtották végre, ha a tolvaj letagadta vétkét. Számos cikkely foglalkozott a királyi vagyon és birtok védelmével és megerősítésével is. A törvénykönyv leghíresebb cikkelye a boszorkányokkal foglalkozott. A törvény tiltotta, hogy üldözzék az úgynevezett strigákat, mivel ezek nem léteznek. Ők túlvilági vérszívó lények voltak, és a pogány vallás szerves részét képezték. Bűbájosok és jövendőmondók viszont léteznek, ő ellenük a törvény továbbra is fellépett. A második és harmadik zsinaton elsősorban egyházi törvényeket hoztak. Kálmán meg akarta szüntetni azt, hogy bármilyen egyházi hivatalt műveletlen személyek töltsenek be. Ezért nagyon szigorúan szabályozta a papok és a szerzetesek életét. Például egymás között latinul kellett beszélniük. Fellépett a pogány szokások ellen is. Tiltotta a pogány ünnepek megtartását, és büntette azokat, akik nem tartották be az egyházi ünnepeket. Kiállt a papi nőtlenség mellett, magasabb egyházi rangot csak azt tölthetett be, aki nőtlen volt. Kálmán öccsével Álmossal való viszálya végig kísérte uralkodását. 1096-ban Álmos elnyerte a dukátust, vagyis a hercegséget Nyitra és Bihar területén. De alig telt el 2 év, 1098-ban már is összeesküvést szőtt bátyja ellen, hogy megszerezze a trónt. A Tisza folyó partjánál Várkonynál találkoztak a fivérek, és a két tábort csak a folyó választotta el egymástól. A fegyveres konfliktus azonban elmaradt, mivel a főuraknak már elege volt a viszálykodásból és az állandó harcból. Kinyilvánították, hogy a király és az öccse csak vívják meg harcukat, azonban ők ebben nem vesznek részt. Nyerjen bármelyikük, őt ismerik el királyuknak. Kálmán megbocsátotta öccsének lázadását, és békében váltak el egymástól. Mikor 1105-ben Kálmán megkoronáztatta 4 éves fiát, Istvánt, Álmos újra csak szervezkedésbe kezdett. Először 4. Henrik német római császárhoz fordult, de az nem tudott segíteni neki, mivel fia fellázadt ellene, s így saját háborújával volt elfoglalva. Álmos ezért tovább ment egy országgal, és a lengyel ferdeszájú Boleszlávval szövetkezett, aki 1107-ben betört az országba, és elfoglalta Újvárt. Kálmán azonban szövetséget kötött a lengyel uralkodóval. Szövetségüket az is erősítette, hogy mindketten a német-római birodalom ellenségei voltak. Olyannyira jóban lettek, hogy Kálmán segített Boleszlávnak leverni öccse lázadását. Álmos tehát ismét elbukott, és kénytelen volt bocsánatot kérni testvérétől, aki ezúttal is megbocsátott neki, és hogy jobb belátásra térítse, Jeruzsálembe küldte zarándok útra. Ameddig Álmos távol volt, Kálmán megszüntette a dukátus intézményét, hogy az ország egysége helyreálljon. Eddigre a dukátus területén erősödtek az állami és egyházi intézmények. Álmos megalapította a Meszesi apátságot,
és gondját viselte a Szent Jobbi Egyháznak, ahol Szent István jobbját őrizték. Kálmán befejezte a nyitrai püspökség alapítását, amit még László király hagyott félbe. Álmos, mikor hazatért Jeruzsálemből, nem örült, hogy megfosztották hercegségétől, mivel így elesett az ott lévő birtokaitól és az ahhoz tartozó bevételektől. Újra csak szervezkedésbe kezdett. Terve az volt, hogy a dömösi káptalan felszentelésekor 1107-ben megöli testvérét. Terve azonban kitudódott, Kálmán pedig újra csak megbocsátott öccsének, viszont most már figyeltette. 1508-ban Álmos hamarosan újra német segítséget kért és kapott. 5. Henrik és szövetségese Svatop Luk cseh fejedelem betört az országba. Henrik Pozsonyt ostromolta, sikertelenül, Svatop Luk pedig a Vágvölgyét dúlta fel. Kálmán és lengyel szövetségese Boleszláv azonban kiverték a csapatokat az országból. Álmos hatalomátvételi terve tehát ezúttal sem hozott sikert. A következő szervezkedésre 1115-ben került sor, de ez is a király fülébe jutott, és ezúttal Kálmánnak elfogyott a türelme. Kíméletlenül bosszút állt a lázadókon, Álmost és kiskorú fiát Bélát és az őket támogató főurakat megvakítatta. Álmost ezután a dömösi káptalanba zárták, ahonnan 1125-ben megszökött, és 2 évvel később Bizáncban fejezte be életét. Kálmán 2-szer házasodott. Első felesége Felícia, szicíliai normann hercegnő volt, akitől ikerfiai születtek, de csak egyikük, István élte meg a felnőtt kort. Első felesége halála után újra nősült, Eufémia kievi hercegnőt vette el. Feleségét azonban házasságtörésen érte, ezért hazaküldte. Az asszony itt adott életet fiának, Borisnak, akit Kálmán azonban nem ismerte törvényes gyermekének. Ennek ellenére Borisz mégis többször megpróbálja majd megkaparintani a magyar trónt. A király 1116. február 3-án hunyt el Székesfehérvárott. Utóda fia II. István lett. Kálmánról a történetírás nem fest túl szép képet. Púposnak, ravasznak, hitványnak, sántának és datogónak írják le. Ez a kép nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy a krónikákat az álmosák hívei írták, akik II. István után uralkodnak majd. Az itthoni kedvezőtlen képre rácáfolnak a külföldi krónikák. A király hihetetlen műveltségéről, világi és egyházi ügyekben való jártasságáról tanúskodnak. Kálmán az Árpádkor egyik legkiemelkedőbb uralkodója volt, aki tovább erősítette Magyarország helyzetét Európában. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg a véleményed a videóról, és hogy mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!